Sziasztok! Én Laki Mester vagyok, és ebben a videóban azt fogom nektek bemutatni, hogy hogyan szoktam én gyomirtózni. Tartsatok velem! Előjáróban a gyomirtózásról annyit mondanék nektek, hogy elmagyaráznám, hogy gyomirtókból és többféle gyomirtót különböztetünk meg, mégpedig ugye van a totális gyomirtó, amit mi is fogunk most használni, és van ugye a szelektív gyomirtó. Mi a kettő közt a különbség? A különbség a totális és a szelektív gyomirtó között az, hogy míg a totális gyomirtó ugye minden gyomot, növényt kiírt, addig a szelektív az vagy az egycikűt, vagy a kétcikű növényeket írtja ki. Ugye ezeket a szelektív gyomirtókat tulajdonképpen olyan növényekhez használjuk, mint például a kukorica, vagy illetve a napraforgó, ahol ugye meg kell, hogy maradjon a kukorica, vagy a napraforgó, és csak azokat a nem kívánatos gyomokat írtsa ki, amelyiket nem szeretnénk, hogy ugye ott legyen. Ebben a videóban, amit látni fogtok, én remélem jól fog látszani, én a Medallon Premiumot használom, mégpedig ez vált be nekem, ezt már 2 éve használom ezt a gyomirtót, nagyon jó százalékkal viszi ki a gyomokat. Amit fogunk még használni a keveréshez, az ugye sampon, tök mindegy milyen márkájú sampon, vagy szappant, túlsűrőt, ez tulajdonképpen arra kell, hogy a tapadást megadja, hogy rátapadjon a növényre a gyomirtószer. Emellé 5 liter fogok bekeverni, emellé még szoktam használni tétisót, egy, illetve lehet 2 evőkannállal szoktam rakni 5 liter vízbe, ez pedig elősegíti a felszívódását a gyomirtónak. Nekem egy HECT 4005-ös akkumulátoros 5 literes tehát a permetezőt használok erre a célra. Hogyha ugye gyomirtózok, akkor utána kiszoktam hipóval, illetve trisóval kiszoktam öblíteni, és akkor utána bármit lehet használni ugyanúgy, és nem lesz semmi probléma belőle. Amit tudni kell még erről a medallonról, hogy azt írja a útmutatója, hogy 10 liter vízbe 1 deci gyomirtószert. Én azt tudom mondani a tapasztalataim során, hogy egy nagyon kicsivel többet szoktam belerakni, mint 1 deci a 10 liter vízhez. Mégpedig, hát nekem így vált be, lehet ezzel vitatkozni. Én 1,2 decit szoktam rakni 10 liter vízhez. Ugye hasznos, ugye van a decis mérő, és jobban mondva ez 2 decis, ebbe könnyen ki lehet mérni a gyomirtószert, és ugye van egy szűrő eszköz, amit ajánlok mindenkinek beszerzésre, hogyha permet létkever, mégpedig azon okból kifolyólag, mert ezzel jó megszűrni, hogyha nem oldódik el rendesen, ugye vannak, ugye ez tulajdonképpen por, de viszont ugye a pét is jó, a szemes, és ha nem oldód fel, akkor ugye ez fennmarad a szűrőn, és nem fogja a permetezőnket eldugítani. És ugye a keveréshez használok egy egyszerű műanyag erre szánt edényt, és úgy fog ez kinézni, hogy ahogy elmondtam, hogy én legalábbis úgy szoktam, ez teljesen új flakon, mert a régi az elfogyott, ezt most vásároltam, most gyártották 2019, remélem látható lesz 2019-ben, méghozzá 11.-22-én, ez 3 évig jó, ez a gyomirtó. Hát nem mondanám, hogy szagoljunk bele, mert nem ajánlatos, és ilyenkor én 6 decit szoktam kimérni, amit most majd itt videóba mutatok nektek. Így szépen. Hát nem fog úgyse látszani, de higgyétek el, ez 6 deci. Ezt szoktam így beleönteni szépen a edénybe. És ilyenkor, mikor kiöblítem az edényt, itt van előttem a locsolóba a víz. Szépen
öntök a mérőedénybe, teleöntöm, és ugye majd a keverésnét ezt fogom majd elkeverni. A következő becsavarom a gyomítós plakont, hogy ki ne boruljon véletlenül, az, hogy ugye teszek bele egy kis sampont. Hát ezt megint csak tapasztalatból tudom mondani, 5 liter vízbe egy teáskanállal szoktam belőle rakni. Ezt én most itt meg is oldottam közben, és pétisót szoktam még belerakni, egyszerű hagyományos pétisót, ezt a 39%-os, abból egy evőkanállal szoktam belerakni, azt elfelejtettem ide készíteni, de azt majd bele fogom rakni mindjárt. Most el is elmegyek és hozok pétisót. Itt vagyok, srácok, elhoztam a pétisót, ezt szépen bele is raktam a permetszerbe, a vízbe, és akkor láthatjátok, benne van a pétisó, benne van ugye a sampon, és ugye a gyomírtószer, meg egy 2 dl víz, ezt szoktam egy fapálcával, vagy fémpálcával, tök mindegy, szépen addig keverem, míg el nem olvad a pétisó, és el nem keveredik a sampon. Nagyon fontos, hogy felolvadjon a pétisó, mármint ahogy mondtam az elején, hogy nehogy ott maradjon benne darabokba, mert ugye, ha nem oldódik fel, akkor ugye nem lesz olyan jó hatásos a gyomírtónk. Ennek ilyen világos barna színe van így. Szépen elkavarjuk, már nem látni benne a pétisó szemeket. És ilyenkor, mikor feloldódott, akkor én felöntöm az edényt vízzel, ha nem teli, jó félig, és szoktam hagyni állni egy-két percet, vagy álljon, addig, míg áll, addig szépen megnézem a permetezőmet, hogy hogy áll, de ugye úgy szoktam, hogy elrakom télen, és ugye kimosom előtte, úgy rakom el. Ebben mondjuk egy kis víz van, azt kicsepegtetem. Egy pár szót erről a Hecht márkájú permetezőről. Ez egy Hecht 4005-ös, ahogy elmondtam a videó elején. Akkumulátoros, USB töltővel lehet tölteni, egy egyszerű fej segítségével. A tapasztalataim azt mondják, hogy egy akkumulátorral én legalábbis 90 liter vizet tudtam kifújni. Ezt mértem, viszont a 90 litert úgy, hogy nem járattam folyamatosan, tehát mikor nem fújtam, akkor lenyomtam, hogy ne fogyassza az akkumulátort, és feltöltés az olyan, hát 3-3,5 órát lehet számolni a feltöltési időre, és akkor onnantól kezdve megint lehet 3-4 óra biztos kell, míg kifújsz 90 liter vizet. Közben, míg itt magyaráztam, úgy látom, hogy nagyon jó habzik, úgyhogy hát úgy habos a teteje, mondhatom úgy, ilyen gyenge hab van a tetején, és ugye az említett szűrővel azt ráteszem, és szépen átszűröm a szűrőn keresztül a permetlémet. Ez meg is van. Ahogy mondtam, hogy látjátok, ugye akarva akaratlanul, hát remélem látszani fog a kamerán keresztül, akarnak benne ilyen, hát, porszemek, meg akármilyen törmelék, ezt kiszűri, hála Istennek. És ilyenkor, mikor ezzel végeztem, akkor szépen felöntöm a permetezőt vízzel, amennyi kell. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, a kijuttatást fogom felvenni nektek. Egy pár szót elmondanék még arról, hogy hogyan is kell gyomírtózni, legalábbis, hogy én hogy szoktam. Permetezőt célszerű úgy beállítani a szórófejet, hogy ködöljön. Tehát ez azt jelenti, hogy jól porlassza el ugye a permetlét. Amit én még tudok tanácsolni nektek, hogyha meleg van, akkor ne gyomírtózzatok, mert a gyomírtónak a hatása, a legjobb hatása az olyan 15 és 25 Celsius fok között van.
Tehát nyáron azt ajánlom, ha csak tudtok, akkor dél és hát 3-4 óra között ne permetezzetek. Vagy délelőtt ilyen 10 óráig, vagy délután 3 óra után, mikor már a hőmérséklet azért 26-7-5 fok között van, csináljátok a gyomirtózást. Amit még el akarok mondani, hogy nagyon figyeljetek rá oda, hogy ha állatotok van, akkor figyeljetek rá, hogy addig még nem szívja be a növény a gyomirtót, a kutya, macska, bármi ne tudjon hozzáférni, mert mérgező. És amit még kihagytam, srácok, hogy lehetőleg ne hagyjátok meg nagyra megnőni a gyomot, mert annál nehezebben tudja a szer kiirtani a gyomokat. Majd láthatjátok, hogy körülbelül, mert ugye fel fogom venni, hogy milyen nagyságú gyom, ami még szerintem tűrhető. Itt vagyok, srácok. Azt tudom nektek ajánlani, remélem benne lesz minden. Most a legfő lényeg az, hogy a gyomot lássátok benne, hogy a képbe, hogy kis területet fogjatok fel, és próbáljátok sorba menni, hogy még véletlenül se adjátok ki. Lássuk! Itt vagyok, sikerült a kitűzött célt elérnem, legyomírtóztam az összes területet, amit kigondoltam. Pár gondolat erejéig még itt vagyok, mondanék nektek egy pár gondolatot. Amit elfelejtettem nektek elmondani odakint, amikor kevertük a gyomírtószert, hogy a gyomírtózáshoz, permetezéshez legfőképp, ugye, amit magasba fákat permetezel, ugye, ami rátszál a permetlé, az ellen vegyetek fel védőfelszerelést, amit én most a videóban nem tettem meg, viszont utána, mikor már ugye a vágóképeket felvettem, beöltöztem én is. Ugye védjük a saját szervezetünket, mert ugye az élettani hatásai ugye ennek a gyomírtószernek nem tudni, milyen hatással van az emberre, ezért jobb, hogyha védőfelszerelést használunk, ugye kalapot, kabátot, kesztyűt, maszkot, amit csak lehet. És ugye, ha végeztél, mint ahogy láthatjátok, ugye én is végeztem, az volt az első, hogy elmentem megzuhanyozni, hogy tisztán ugye ne legyen még véletlenül se rajtam semmiféle permetlé, meg semmiféle ilyesmi, és úgy jöttem videónak a maradék részét ugye elkészíteni. Ami megfordult a fejembe, hogy fel fogjátok tenni a kérdést, hogy igen, Laci, minek használsz gyomírtószert? Ugye ez káros ugye az egészségre is, és ugye szennyezed vele a környezeted. Igen, viszont vannak azok az élethelyzetek, vannak azok a terepviszonyok, hogy az ember nem tudja azt megcsinálni, hogy ezt a gyomítást kiváltsa például kapálással, kaszálással, illetve gyomlálással, vagy bármilyen egyéb alternatívával. Mondok is nektek példát erre. Ugye van nekem is járdám például, és ugye a járdák szegélyénél és a, ugye a járdák közében ugye a gyomnövények
ugye kifejlődnek, és ugye azt maximum kézzel tudnám kigyomlálni, de viszont az nem hatékony, mivel sokszor jártam úgy, mikor gyomláltam, hogy benne maradt a töve, csak letétni sikerült a tetejét, és 2-3-4 nap múlva kihajtott újra, és egyszerűen nem hatásos. Viszont így, hogyha a gyomítószerrel ugye lefújom, akkor az, hát én azt vettem észre, hogy ha ugye időjárás függő is, hogyha kevesebb eső esik, akkor van úgy, hogy másfél-két hónapig is tartós, mire kibújik egy újabb gyom. Viszont ehhez, hogy kibújjon egy újabb gyom, ugye a szélnek is ugye dolgoznia kell, ugye azt szállítja ugye a fűmagvakat, és akkor ugye azután bújna ki a gyomnövények. Mondok még egy példát. Ugye például nekem van hátsó udvarom, ahol olyan köves, olyan hajtások vannak, ahol nem tudja megtenni azt az ember, hogy lekaszálja, ezért muszáj lefújni gyomítószerrel. Ugye mondhatnátok, hogy akkor azt a részt kihagyod, de akkor az hogy néz ki? Viszont van egy másik része is, ugye a kaszálás véges gyomításnak, a gyomítózásnak, mert ugye ez gyomítózás, hogy a kaszálást, hogyha csinálja az ember, akkor azt legalább én azt tapasztaltam, hogy 2 hetente, 2,5 hetente meg kell ismételni. Viszont, hogyha az időjárás olyan, akkor lehet kitolódhat 3 hétre is, de a gyomítás van úgy, hogy időjárástól függően 2 hónapig is tartós, míg ugye megjelennek az újabb gyomok ugye a földön. Amit el szerettem volna még nektek mondani, az, hogy glifozátok, ezek ugye levélen keresztül hatnak, ezért tettük bele ugye tapadószerként vagy sampont, vagy ugye szappant, kinek mi van otthon, teljesen tök mindegy. Ugye ez ugye megköti és egyesíti ugye a részecskéket, és jobban megtapad a növényen. Ezt ezért raktuk bele. Pétisót azért raktuk bele, ahogy elmondtam, hogy ugye ez pedig ugye segít, gyorsabban hat a gyomítószer, hogyha belerakjuk. Srácok, lányok, úgyhogy vannak olyan élethelyzetek, ahol nem tudjátok megoldani, nem tudjátok kikerülni azt, hogy ugye gyomítózatok, úgyhogy sajnos van ilyen, ezzel én sem tudok mit tenni. A gyomítószerről és a permetezőről majd találtok a leírásban majd egy linket. Nagyon meg vagyok elégedve, már több mint egy éve használom a permetezőt. Háti permetezőt is, ugye Hekt márkájút, ennek a nagyobbik testvérét használom. Teljesen meg vagyok elégedve vele. Ez a videó akkor ennyi lett volna. Köszönöm, hogyha megnézitek. Köszönöm a feliratkozásokat. Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljátok. Ha bármilyen kérdés van, írjátok meg kommentben, mindenkinek válaszolni fogok. A következő videóig pedig sziasztok!